huszárok iránti hagyománytisztelet, ez a 1848-as forradalom és szabadságharc során harcoló huszárok, akik külföldről is képesek voltak hazatérni, azok iránti tisztelet az, ami ez a hagyományőrzéshez vitt engem. Hát 25 éve alakult meg ez a bandérium, azóta tényleg minden évben itt vagyunk a Nyíri erdőbe, bemutató gerincét adjuk, talán a legtöbb tapsot a huszárcsapat kapja. Szeretnénk megmutatni a fiataloknak azt, hogy annó hogyan élt, hogyan harcolt a magyar huszár, ugyanis nem mindig a magyar szabadságért harcoltak, hanem nagyon sokan voltak külföldre vezényelve, és onnan tértek haza a szabadságharc hívására. Ezt a mai fiatalok talán nem is nagyon figyelik, mert sokszor ugye magam is oktattam fiatal gyerekeket lovaglásra, és ugye kérdeztem őket a 48-as szabadságharc hírességeiről, és nem sokat tudtak róla. Amikor megkérdezem, hogy olvasták-e Jókait, vagy látták-e a Kőszívű ember fiai című filmet, amiben a huszárság, gyönyörű példát mutatott, nem mindig tudnak megfelelő választ adni. Tehát ezt az oktatásban is komolyabban kéne egy kicsit venni, hogy ezeket az ősöket jobban megismerjék. Mi ebből egy szeletet kívánunk adni most, tulajdonképpen, hogy hogyan is képezték annak idején a huszárokat a lovas harcra. Most egy karuszelt fogunk előadni, ami tulajdonképpen alap lovardai gyakorlatok egy csokorba ötvözve, és ez nagyon szépen jelzi azt, hogy milyen lovas tudással rendelkeztek a lovasok. Ez a gyakorlat, ez igen sok gyakorlást igényel. Hát az összes huszár, aki most itt van, csak nem alapító tagja a huszárbandériumnak, és a mai napig lovagol, és nincs utánpótlás. Fiatalokat már nem érdekli. A számítógép, egész nap a számítógépes monitor előtt ülni, és csatázni mindenféle virtuális eszközökkel, ahelyett, hogy kipróbálna, hogy milyen megfogni egy kardot, milyen megfogni egy honvéd puskát. Ezt megnézni, és aki netán beleszeret véletlenül, az nem tud leszokni róla.